G.K. Chesterton Brown atya nyomoz Előszó Brown atya világában Képzeljünk el egy papot, aki nyomoz. Csak hamar arra a következtetésre juthatunk róla, hogy valami nincs rendben vele. Elunta a hivatását, és ki tudja miért épp a bűntények világában keres addig nélkülözött izgalmakat. Egy angol író a szóforgatás és a paradoxonok a világnézeti viták mestereként számon tartott, Gilbert Keith Chesterton 1874-1936 is elképzelt egy persze, hogy angol, viszont katolikus papot, aki rendre felbukkan egy-egy többnyire rettenetes büntény színhelyén és a rendőrség embereit zavarba ejtő éles látásával fényderít az általuk hiába keresett igazságra. Vele kapcsolatban még sincs az az érzésünk, hogy menekülne papi feladatai elől sőt, mintha azok részeként igyekezne visszabillenteni újra meg újra az idő kizökkent kerekét. Közelebbről megismerve, Brown atya magával ragadó és tekintélyes egyéniség, bár első pillantásra, s talán még a másodikra is, inkább jelentéktelennek mondanánk olyannak, mint a neve, amely barna színt és félpenis pénzérmét egyaránt jelent. Műkedvelő detektívként pedig nem az efféle történetekben megszokott módon ügyetlenkedő, rendszerint rossz nyomot követő rendőrség megszégyenítése hajtja, hanem hivatásához híven elsősorban a megismételhetetlenül egyedi, emberi örök rendeltetésére figyel, aki előtt, ha látszólag reménytelenül összekuszálódtak is élete szálai, mindig nyitva áll a kiengesztelődés ajtaja s Brown atya szinte mindent megtesz azért, hogy még a legelvetemültebb bűnözőket is betessékelje rajta. Nem egyszerűen lakat alá akarja helyezni a bűnöst, hanem egy sokkal nagyobb s belülről nyitható lakat alól akarja kiszabadítani távolról sem az áldozatok és hozzátartozóik iránt érzéketlenséget mutató, valamiféle egyoldalú jogvédő módjára, hanem mint olyas valaki, aki egy nagyobb egész részeként szemléli az emberi színjátékokat, és meggyőződése, hogy a legelrontottabb helyzeteknek is lehet feloldásuk. Nem könnyed, de könnyítő lezárásuk. Ennek jó példája a történeteiben újra meg újra felbukkanó hűséges társa is, egy nyomozó, M. Hercule Flambeau, aki a derékpap hatására hagyta el a útját, s lett rablóból igazán tisztes pandúr. Egy elmélet szerint nem véletlenül hívják épp Herkülnek, Poirot, Agatha Christie magándetektívjét, aki csak nem egy évtizeddel a krimik királynője által is igen kedvelt Brown atya után kezdte meg világhódító útját rajongói körében. Braunatja tehát a szószoros értelmében a bűn, s nem pusztán a tettes üldözője. Elsősorban az emberek életét megkeserítő vagy rombadöntő rossz ellen küzd a modern nagyváros útvesztőiben. Az ízig vérig londoni író annak idején főleg a metropoliszok angol vagy épp amerikai világába helyezte hősét, azok általa olyannyira érzékelt és értékelt misztikumát, illetve romantikáját egyaránt beleszőve titokzatos és borongós hangulatot árasztó elbeszéléseibe. A kereszténységet hosszú keresés és kétkedés után felnőttem befogadó Chesterton mindazt beledolgozta a legemlékezetesebb teremtményének figurájába, ami számára igazán fontos volt. A katolikus hit világlátását, az igazság szeretetét és lankadatlan kutatását, az emberek s a dolgok mélyére látás igényét és végül, de nem utolsó sorban a humort, mely műveinek olykor nehezen követhető gondolati csavarjainak üdítő kísérője. Brown atya alakjának ihletője egyébként valós személy, John O'Connor bradford plébános volt. Az ő személyes hatása is szerepet játszott abban, hogy az író megtért és végül is megkeresztelkedett. Barátjának halála után egy évvel O'Connor kis kötetet szentelt lelki gyermeke emlékének, Father Brown on Chesterton, Brown atya Chestertonról címmel. A nyomozó pap összesen 53 novellában bukkan fel, melyek az 1910-es évek elejétől csaknem a szerző élete végéig íródtak, és öt sorozatba gyűjtve jelentek meg. Ebben a kötetben egy egyedi válogatást adunk közre a krimi irodalom halhatatlan egyházi férfiújának történeteiből. Az igazi szeretet pálapostól szeretett himnuszában egy Korintus 13 megjelenő ismervei alapján készült az összeállítás, ezzel is szemléltetve, hogy Brown atya nem pusztán egy a számtalan műkedvelő detektív sorában mély emberismerete, szeretete és megértése a hétköznapok igazabb kereszténységéhez kíséri közelebb az olvasót. Budapest 2019, Szigeti László Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásában. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice